Az ukrán katonák elkeseredetten várják a nyugati szállítmányokat, de egyre nagyobb mértéket ölt az emberhiány is. Míg az oroszok megfelelően képzett haderővel nyomulnak be, egyre jobban Ukrajnába. Oroszország közölte, hogy erői eltalálták az ukránok amerikai gyártású harcjárműveit. Ukrajna pedig orosz hadszíntereket támadott meg a legfrissebb információk szerint. A reggeli háború Ukrajnában című műsorunkban Horváth János biztonságpolitikai szakértő elemezte az ukrán ellentámadási kísérleteket az avdijivkai vereség után. Időt akar nyerni az ukrán hadsereg azért, hogy a visszavonulást követően egy újabb védelmi vonalnak a kiépítését, azt tudjuk, hogy most gőzerővel folyik. És hogy ezt a idéglenes védvonalat ki tudják építeni, ehhez szeretnének időt nyerni. Oroszország 22 dront indított Ukrajna ellen, a légvédelmi rendszerek pedig 18 fegyvert semmisítettek meg az odesszai régió felett, közölte az ukrán légierő kett hajnalban. Azt látjuk, az ukránok részéről bemutatja, hogy több repülőgépet tudott lelőni, de úgy tűnik, mintha az oroszok ezt beáraszták volna, és az, hogy ők mondjuk a siklóbombákkal, az 500 kilóstól a másfél tonnás bombákkal nagyon komoly veszteségeket tudnak okozni, vagy a védvonalakat fel tudják törni, és réseket tudnak rajta nyitni, ezért egyre gyakoribbak az orosz légicsapások. Én úgy gondolom, ez a változás az, ami most leginkább szembeötlő. Ukrajnában az emberveszteség a hadsereg részéről naponta akár a 800-at is eléri. Az ukránok így napról napra egyre kilátástalanabb helyzetben vannak. Míg az oroszoknál 10 katonából 8 magasan képzett, jól motivált, jól felszerelt, náluk 10-ből 2 vagy 3 ilyen van, és ezek folyamatosan fogynak. És azt látjuk, hogy Zelenszkij elnök ugye most bejelentette, hogy azokat a katonákat, akiket 2 év után visszavontak a frontvonalból, akik kiképzettek, puskaporszagoltak, tapasztaltak, azokat rohamléptekkel vissza akarják vinni a frontra. Épp egy héttel ezelőtt tette azt a kijelentést Emmanuel Macron elnök, hogy akár csapatokat is küldene a frontra, amellyel alaposan felborzolta az európai kedélyeket, habár többen el is határolódtak a kijelentésétől. Ursula von der Leyen maga is úgy nyilatkozott, hogy háborúra kell felkészülnie Európának, és hogy 5 éven belül fel akarják pörgetni a hadigazdaságot. A dánok, emellettük a németek is arra figyelmeztettek, illetve a frissen NATO taggá vált svédek, akik a 200 éves kegyelmi állapotot, a függetlenséget dobták a sarokba, és hirtelen a legnagyobb szószólói lettek a háborúnak. Ők is a NATO és Oroszország elleni konfliktusra készülnek, és ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket adnak ki. Tehát igazából van egy olyan sorminta, amiben már nem is olyan kirívó a francia elnöknek ez a kijelentése. Tehát különösen ezért kell komolyan venni, ez nem egy ilyen egyfecske, hanem itt bizony már egy csomó fecske kering az égen, és ez az ég, ez bizony azért háborút jósol. Az EU háborús politikája egyre riasztóbb képet fest tehát, leginkább a saját országaira nézve.